érzem jól magamat. Na nem, nem az egészséggel van probléma, az rendben van. Ebben nem érzem jól magamat. Nem tudom, mit kéne csinálni, mire megy ki a játék, mit keresek én itt, mit keresünk mi itt. Fogalmam nincs róla. Nincs forgatókönyv, ami van az átláthatatlan, zűrzavaros. Úgyhogy azt javaslom, hagyjuk abba. Abba hagyni? Abba hagyni, Gyula bács. Nem, elkezdeni. Honnan kellene elkezdeni? Előről, legelőről. Na jó van, gyere Petik, elmegyünk innen. Én is? Gyere már. Ja. Mondhatok valamit, Zoli, neked ne áragudjatok. Bocs. Mielőtt felmérgesítem magamat, nem akarom felmérgesíteni magamat, csak azt szeretném mondani, Péter Zolika, ugye a feleségem ugye nagyon szeret titeket, és szokta nézni a filmeket, de azt mondja, hogy már nézhetetlenek vagytok, mert semmi más nem tudtok kitalálni, csak mindenféle randa beszédet, meg ilyesmit, emiatt ő azt mondja, se ő, se a család, se senki nem kezdi nézni ezeket, nem is néz ezeket a filmeket, ennyi. Tudod, ennyi? Értelek. Miki bácsi, drága, először is tényleg ne izgasd fel magad, főleg a nézettség miatt, mert ezt a filmet ugyanúgy nem fogják nézni, mint a többi filmjeiteket. Egy, a másik, örülök neki, hogy hallgatsz valakire, hogy otthon rád szóltak, mert a Petivel mi hiába mondtuk, hogy ki kellene valamit találni, valami sokkal jobbat, de te nem hallgattál ránk. Hát a Petének az anyukája az első fejünk után megmondta, hogy borzasztó rondán beszél, és hogy nem tetszik neki. Na jó, ja, még annyit megjegyeznék, hogy Shakespeare is ordinári volt, csak az álszent műfordítók megszelídítették. Egyébként csókolom a Zsuzsikát. Tényleg le vagytok szarva, de... Egy kis szőlőt elviszem. Jó, vigyed, menjétek. Bölcsődes vagy, a síron is, mert ápol, eltapar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, erjen sors keze, itt élen élet hallod kell. Áldjon, erjen sors keze. Hoppá! Szevasz! Na jó van, ez még aludjál.